Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Kőbányai János, író, újságíró, szociográfus, könyvkiadó, fotós, akivel ma beszélgetünk, és nem csak azért most és itt, mert becsületes újbudai lakos, hanem mert nagyon sokat tud arról a zenei életről, ami a 70-es, 80-as években, arról a beat korszakról, amely részben itt működött Újbudán, akkor még azt hiszem csak pusztán 11. kerületnek hívták. Az E-klub, a Bercsényi, a József Attila gimi. Mit jelentett ezekben a 70-es, 80-as években a beat korszak azoknak, akiknek hát ez a fiatalsága volt? Elvileg egy zenei stílust jelent, de gyakorlatilag, amit a mai fiatalság egyre kevésbé ért meg, a rendszerrel való szembeállást. És nem csak egy ilyen politikai szembeállást kell ez alatt érteni, hanem egy életmódbeli, világnézeti, kulturális szembeállást, és a beat mindent csatornázni volt képes, ami a rendszer ellenes volt. Bármilyen furcsának lehet vélni, a Kádár rendszer, vagy a Kádár rendszernek ez a lájtosabb része, ami már engedte a kulturális kibontakozást. Pontosan ezért ezekből az energiákból rengeteg tudást, rengeteg tehetséget csatornázott a különböző művészeti ágakba, és így a beatbe. Na most a beat zene az nem Magyarországon született természetesen, hanem amit kevesen tudnak, hogy nem Angliában, hanem Amerikában. És a nagy jazz korszak és a második világháború, sőt már az első világháború elleni ellenállás, de kulturális ellenállásból fakadt, és ott nem egy politikai kifejeződés volt, hanem egy életmódbeli váltás. Annak az ellenzése, hogy, és ez ma nagyon aktuális, hogy háborúkkal, gyilkosság sorozatokkal lehet politikai vagy társadalmi problémákat megoldani, és ehelyére került ez a hippi beat forradalom. Ez a Make Love Not War. Make Love Not War. Így van, az volt az egyik jelszava, és abból fakadt. És én ifjú koromban, amikor rockkritikus voltam, akkor azt szoktam mondani, hogy a szocialista országokban a rockzene, és itt Magyarország az első volt, még fontosabb, mint Angliában vagy Amerikában, mert itt egy politikai szembeállást is jelentett, tehát itt egy hosszú haj, nem csak a háború, a betokosodott politikai rendszer elleni, hanem a diktatúra elleni lázadásnak is fel lehetett fogni, és mivel ezt valamilyen szinten tűrte a, mondom, ez a Kádár rendszernek ez a liberálisabb szakasza, ezért nagyon virágzó volt. Ezt is szoktam volt mondani, hogy Magyarországnak ugye nem voltak gyarmatai, de voltak rock gyarmatai, tehát a magyar bandák egész Kelet-Németországtól a Szovjetunióig bejárták ezeket a helyeket, és hatalmas rajongótáború. Igen, mert nem volt nyugati zene, kevésbé volt, mint Magyarországon, úgyhogy be kellett érni azzal, amit a magyarok ittek. De azért ez a lázadás, hát ez nem csak Kelet-Európára igaz, hát a Her című film, ugye a Magyarországon az Ész a fontos, nem a Haj című slágert idézhetnénk, de hát ennek ez mindig egy lázadó, vagy legalábbis egy generációs ellentétet kifejező kulturális mozgalom volt. Így van, de a Her, az mondom, hogy egy kulturális, de nem politikai. A vietnámi háború, azért a Her a vietnámi háború ellen. Az egy politikai. Igen, de nem Amerikában volt a háború, hanem egy fajta gyarmatosító világból, világbirodalmi szerep elleni lázadás volt, de Magyarországon konkrétan az itt fennálló rendszerrel való érzelmi nem azonosulás jelentette.
ez nem csak részben egy belemagyarázás, mert aki mondjuk elment egy mini koncertre, vagy meghallgatta Török Ádit, indul a gőzhajót, hát szóval arról minden eszedbe jut, csak a politika, nem? Épp ez a zseniális, nem csak a beatben, de minden kultúrában, hogy nem egy kimondott valami, hanem az érzékeket ragadja meg. Tehát a zene, ugye Kierkegaardtól tudjuk, hogy a érzéki, erotikus elemeket helyezi előtérbe, és azt fogja meg. És épp ez a fantasztikus, hogy nem egy ilyen ideológia, hanem megragadta. Tehát, hogyha te visszagondolsz a beat korszakodra, akkor abban benne van első csók, szerelmek és ami utazások. Ami Haydn közönségében is benne volt, csak arra már kortársi közönségében, csak már nem emlékszik arra senki. Úgy gondolom, hogy tehát ennek a könyvnek a lenyomata egy korszakot örökít meg. Ugye ez a beat korszak regény, amiről beszélünk, amit te írtál, sőt, te is fotografáltad benne. Azért, ha megnézzük ezeket a korai magyar, nevezzük beat zenekaroknak, öltöny, nyakkendő, jól fésült embereket, ha megnézel régi, akár Omega képeket is illi, de bárkit, hát azok ma nincs azok a bankficsúrok, akik olyan elegánsak lennének, mint ők voltak ezekben a képeken. Igen, de a zenéjük és a de azért a megjelenésük is, a hosszú haj és a koncerteken elhangzó beszélgetések és fesztiválok, egyébként ez a könyv a tabáni fesztiválok köré rendezi a sorait, tehát azoknak az együtteseknek a története, akik ott valahol felléptek. Ugye ez május 1-e környékén az LGT, Mini, és tehát ők voltak azért a törzs résztvevői ennek, és 100 000 voltak ott. Így van, tehát a május 1-e, ami a munkásmozgalomnak az ünnepe, az átváltozott egy ilyen beat, egy generáció mutatta meg az arcát, a zenéjét és a gondolatait. És hiába van most is ugyanott, egészen más történelmi közegben élünk, és úgy gondolom, hogy ez a könyv, és mindjárt elmondom, hogy miért gondolom, hogy tehát egy történelmi korszakot ábrázol, vagy annak a lenyomata. Ezt a könyvet, ezt 30 évvel ezelőtt írtam egy felkérésre, és aztán kiírtam magam belőle, és nem jelent meg. És volt 3 éve a Műcsarnokban egy fotókiállításom, és akkor vettem elő, és döbbentem meg, hogy 30 évvel később olvasni még sokkal inkább aktuális. Tehát valamit olvasni, az mindig beleolvassa azt a korszakot, amikor te azt olvasod. Tehát az is benne van. Tehát amikor én ezt írtam, akkor volt ilyen-olyan aktualitása, egyébként az is már a rendszerváltásnak a előszeleit lehetett látni, de 30 évvel a rendszerváltás után egészen más olvasata van. Az iskolában tanultuk azt, hogy történelmi regényt történelmi távlatból kell írni. És én, mint egykori újságíró, nem akarom elfogadni, miért nem írhatok én most egy regényt arról, ami ma történik. De úgy látszik, mégis az esztétikusoknak van igaz, ez a távlat kell, hogy elrendezze a sorokat, és én, mint újságíró, én megírtam ezt a regényt a saját, vagy majdnem a saját idejébe, 86-87-be, már akkor is a magyar beat korszak akkor is már eltűnt, vagy eltűnőben volt, de 30 évvel később már ez egy abszolút történelmi kornak a lenyomata. Ugye ezekben a 70-es, 80-as években, amikor azért a nyilvánosság korlátozott volt politikai, de egyébként technikai, technológiai okokból is, nyilván a rockzenekarok vagy beatzenekarok egy csomó mindent kifejeztek, amit más nem fejeztetett ki, nem mondhatott ki, és ezért hát mai szemmel nézve már elképesztő rajongó táborai voltak, és hát szóba álltál valakivel, aki Neoton koncertre járt, tehát randiztál egy olyan csajjal, hát ilyen nincs szerintem. Na, ez is egy nagyon jó dolgot vesz fel, hogy ezen a zenén belül is éppen az, hogy lehetett világnézetet kifejteni, hogy aki a Minire, Siriusra, vagy P-Mobilra, vagy
még esetleg piramisre, és utána Beatrice-re járt. Gezarol. Az teljesen meg tudta magát, saját magát fogalmazni, vagy azokat az eszményeket, vagy világnézetet, amivel azonosult. És hát a Neoton is kifejezett egy világnézetet, ami egészen más volt. És annak is volt rajongótábora, vagy annak is volt közönsége, sőt, annak is volt egy ilyen állami nyomásgyakorlása, hogyha emlékszünk még erre, hogy egy ilyen hivatalos zenekarra akarták tenni. Ugyanakkor az attól való elhatározás olyan volt, mint ma egy politikai pártól való elhatározás, vagy ellenesség. Meg igen, mert hogy politikai választék nem volt, tehát választhattál, hogy B-mobil vagy Neoton, vagy M7-es együttes, de akár még a Kati és a Kerekperec együttest is nagyon elszántak választhatták. Nyilván volt ennek egy ilyen rárakódó szubkultúra, amiről egyébként te sokat írtál, például a P-mobil, a Ricse késő piramis, ez a aluljárók népe, vagy csövesek, tehát hogy egy ifjúsági szubkultúra, amit nem értett meg az a világ, a szülők és a nagyszülők nemzedéke egyáltalán, ami ehhez a zenéhez kötődött, mint hallgató és mint viselő, és mint kulturálisan elkülönülő lény. És hát én akkori fiatal értelmiségének, aki aztán épp a beat kritikusságból ilyen csöves szociográfus is lettem, a Kádár rendszernek az ellentmondása is megnyilvánultak, nevezetesen, hogy a munkásosztály népe milyen rossz körülmények között élt, ugye munkás hatalom volt, és abszolút egzisztenciális problémák és politikai nézet ki nem nyilvánítása, és stb. Voltak tetten érhetők, és pont ebbe a közönségbe, és akkor rájöttem, hogy a közönség sokkal fontosabb, mint ezek a bandák. Hát ennek a legjobb példája ugye a Beatrice együttes, és hogyha mostani tagjait látjuk, hát akkor meg pláne, de... Egyébként Nagy Feró is volt fiatal, ezt pont a könyvedből tudtam meg, mert van róla egy bizonyíték, egy fiatalkori képe. Hát nem csak, hogy fiatal, hanem én mint egykori teoretikus úgy gondolom, hogy a egyik legfontosabb, tehát három nagy zenekar van a beat korszaknak, az első ugye az Illés zenekar, a második a Sirius, ami egy intellektuálisabb zene és gondolkodásmód volt, és a Beatrice, ami fölhozta az elnyomottak népét, és volt egy pár éve, ez amikor... A fekete báránya? Jerikó, térre hullok rég. Behozta ezt a tömeget a közgondolkodásba, vagy a problémáit a közgondolkodásba, és volt egy switchjük Európa, szerintem azzal zárult a magyar beat korszak. Na most erre lehetne mondani azt, hogy na és most, idézőjelben, nagyon-nagyon idézőjelben, nem mindenki hallhat meg olyan szerencsésen, mint Petőfi Sándor, vagy Jim Morrison, vagy még sorolhatnék egy-két nevet. Tehát a túlélés és a túlélésnek a mindenféle egzisztenciális problémái. Én még az erkölcsi tartást is fölvetném ebben a sorban, ami feltétele annak, hogy valakinek a pályafutásra később sérüljön. Említetted az LGT koncerteket, május 1-i koncerteket, biztos ismered Sándor Pálnak azt az LGT koncertről szóló filmjét, ami pont egy ilyen tabáni koncertről szól, és úgy kezdődik, ha emlékszel, hogy mennek ki éppen Csepelre, azt hiszem a hangmérnökért, a gyártásvezetőért, vagy nem tudom, és ülnek a stábautóba, és hallgatják a rádióba, a Kossuth rádióba, hogy a bemondó mondja, hogy május 1 a munkásosztály nagy ünnepe, és a munkásosztály nem tudja. És akkor elmennek ennek a pasinak a lakására, aki szobakonyhában lakik, a száradó pelenkák, ruhák a konyhában felette, és látod, hogy olyan egész nyomorban élnek, és utána jön a koncertfilm. Úgyhogy én többször hát kérdeztem. Olyannyira, hogy Sándor Pál azokat a fotókat használja abban a filmben, ami ebben a könyvben is benne van. Szóval én többször kérdeztem Sándor Páltól, hogy
ugye csak azért csinálta meg ezt az egész filmet, hogy az a nyitóképsor legyen benne, mert utána már egy klasszikus koncertfilm. Szóval, hogy ez a szubkultúra megjelenik ebben a zenében, és ezeknek a fiataloknak ugye nincs politikai párt, azért foci csapatokhoz lehetett kapcsolódni, az azért volt akkor is például. De, hát de én, ez az épp ez a jellemző, épp ez a jellemző erre a Kádár korszakra, amit ma abszolút elvettünk, és most ez a Kádár korszakhoz való viszonyom lehet nosztalgikus, mert hogy akkor voltam fiatal, és nagyon sok ember akkor volt fiatal, sőt minden korszaknak voltak fiataljai. A középkorban is éltek fiatalok. De azért nem kell elvetni, és én remélem, hogy el fog jönni ez a kor, majd egy pár év vagy évtized múlva, amikor már objektívebben lehet ezt nézni, hogy akkor is nagyon komoly kultúra teremtődött, hát Jancsó Miklóstól Sándor Pálig, a magyar filmnek is a nagy korszaka, mint ahogy ennek a zenének. Meg a színháznak, meg az irodalomnak is nagyon nagy korszaka. Így van, tehát ez, itt remélem, hogy itt ez a politika hagymázán majd egyszer át lehet ütni, és látni azt, hogy ekkor is mi történt, és hogy a magyar ezer éves magyar kultúra fejlődésnek ez is egy szakasza volt, sőt, mérlegre lehet tenni, hogy a kultúra szempontjából hogy milyen szakasza volt, és az is jellemző, hogy egyik írásomban fejtettem ki, jó, hogy erről beszélünk, éppen sajnos nem jelent meg sehol, Szörényiről és Brodyról írtam, aki ugye a magyar Beatles, és hogyha a mai szereplésüket és megnyilvánulásaikat, vagy akár csak a viszonyukat látod, hát ugye ég és föld ahhoz. A magyar népnek van egy nagyon jellemző tulajdonsága, amit Addi fogalmazott meg egy versében, hogy nekünk mohács kell, és ez a Kádár korszak pontosan a diktatúrájával a mohácskert, tehát az ellentétes erőket képes volt összehozni. Hát ki gondolná azt, hogy például aki csak a mai nyilatkozatot látja a Szörényinek meg a Brodynak, hogy ezek együtt csinálták meg a magyar Beatles-t. És olyas valamit hoztak létre, amíg a magyar kultúra létezik, ez élni fog. Ez biztos, bár én azt hiszem, hogy az Illésnél, hogy mondjam, a diktatúra nem engedte, hogy bizonyos vélemények megjelenjenek, tehát lehet, hogy még egymásról sem tudták, hogy nagyon más gondolnak a világról, mert nem volt tétje, hogy világnézeti kérdésekről beszéljünk. Nem. Ez a könyv, hát ha majd valaki, tényleg sok szép, színes kép, vagy borító, meg sok jó kép, fotó igen. Van benne. Nem azért, hogy te csináltad, de jók, igen. Szociográfia, és próbáltam, tehát itt ebben sok együtt, itt ahogy mondtam, hogy aki fölépett a Tabánba, nem csak a Lokomotív meg a Mini együttes, Skorpió, többen. Skorpió? Soha. Skorpió nem volt? Azok léptek fel, akik a BEM rakparton voltak, ebbe a klubba játszottak. Egyébként van egy interjú a BEM rakpartnak művelődési háznak az igazgatónőjével, Margó nénivel, aki ezt az egész május 1-i fesztivált kitalálta. Például a Tolcsvajékkal, mert ők is fölléptek, vagy a Sirius, vagy a Sakmat együttes, és ezeknek a Kék Csillag együttes volt az első, akik már nem is... Hogyne, Radics Béla? Nem. Nem? Nem. Kék Csillag... Balázs Fecó? Nem. Az a Taurus, amiről én beszélek. Nem, az olyan régi együttes, hogy én is csak címről mentem utána, egy budaörsi társaság volt egyébként. De most nem ez a lényeg, tehát csináltam mély interjúkat, csináltam, mert hogy ki az, és ez mondjuk tényleg egy ilyen minta is lehet, mert itt van sok mély interjú, hogy kik lettek azok, akik beatzenészek lettek, és erre tették fel az életüket. Például a Beatrice-ből nem a Feróval van, hanem a Miklóska Lajossal, aki
és nem a Beatrice miatt, hanem a sakmatba, és ő volt a Jézus Krisztus szupersztárnak a magyar interpretálója, vagy aztán a Sziriusban ő követte az Orszászki Jackit. Tehát ez végülis ez egy szociográfia, és megmutatta azt, hogy milyen legkülönbözőbb körökből jöttek, és jöttek össze az együttesekbe a tagok. Épp, vagy ebben a bizonyos cikkemben, amiben ezt a Brody Szörényi ellentétet írom, és hogy a Kádár rendszer, ami fölfüggesztette a nekünk Mohács kell. Most nekünk Mohács kell, de akkor minden erőt egyesített. Egy Jancsó filmre utalok, Oldás és kötés, van egy kávéházi jelenet benne, ahol Konrád György, Csóri, Orbán, ha jól emlékszem, Csurka ülnek egy Száz Pista barátom. Egy kávéházi igen. asztalnál. És akkor ez egy kör volt, az irodalom is egy kör volt, és az ezt ellentétek tudjuk, egymást erősítették. Ezt tudjuk, hogy a Luxorban együtt jártak, és Konrád és Csurka volt egy majdnem ugyanolyan társaságban. Igen. És mondom, hogy ez a kultúrának, ez a teljesen különböző eredetű dolgai nagyon, nagyon jó hatást tettek ki, és kihozták a magyar kultúrába, vagy népbe, vagy nemzetbe, vagy minek mondjam, a legjobb erőket. És a szabadság, hát ezt sajnos most látjuk, az épp ellenkezőleg nem egyesíti, hanem csak gyengíti igen. ezt a fajta egységet. És ez a magyar beatnek ez a nagy korszaka, de mint ahogy említettük a filmnek és még egy pár dolognak, pontosan ez, hogy ezt a nekünk Mohács kell, ezt egy diktatúra váltotta ki, hogy a nekünk Mohács kell tradícióval szakítani egy kis időre, és amint minden szabad lett, mindenki egymásnak kezdett, mindenki egymás ellensége lett, és ez így megy tovább. Az is egy definíciós kérdés, hogy ami most van, a szabadsága vagy sem, de ebben most nem menjünk bele, szerintem vannak ennek azért hiányai, hogy a te szociográfiáidból az is kiderül, aminek persze még néhányunknak van saját emlékünk, hogy ugye kevés olyan alkalom volt, ahol sok ember összejöhetett, nem voltak tömegtüntetések például, volt a foci vagy sportesemények, és a zene, a rockkoncertek, amikor sok fiatal, pláne fiatal összejöhetett, amitől azért mindig tartott a hatalom, hogy mi lesz abból. Nekem az egyik kedvenc riportot talán a 79-80-as Írószemmelben jelent meg, a Szolidaritási Rock Fesztivál, amikor az már piramis korszak és LGT. Igen, az a cím, hogy a Szolidaritási Ütközet. A Szolidaritási Ütközet, igen, a Szolidaritási, hogy a KISZ rendez egy ilyen egyezmény, esemény, de már a... Hát miről szólt a Kádár rendszer? Ez is megint egy nagyon-nagyon fontos tanulság. Én nem tudom, mennyire lehet kilógni ebből az interjúból, hogy a magyar népnek 56-ban elege lett ebből a diktatúrából, és föllépett, és egy pár száz ember az életét áldozta ezért, és ezáltal, tehát ez a befektetés hosszú évtizedekre megtérült, és egy jobb életet éltünk. Tehát én az ifjúságomat egy jobb korszakban élhettem meg, és ezt pontosan tudtam, aki autostoppal jártam Csehszlovákiába, Lengyelországba, Bulgáriába, Romániába, ahol ez nem történt meg, és mi sokkal szabadabban éltünk, pontosan emiatt. Hogyha itt, nem tudom, hogy ugorhatok, mai közbeszédet a izraeli háború fedi le, vagy legalábbis én figyelmemet, és ott is van egy úgymond elnyomott nép, de ez nem igaz. Tehát egy nép mindig a rabtartóival szembe is fel tud lépni, és ezért felelőssége van. És az, hogy a magyar kultúra a 60-as évektől kezdve a rendszerváltásig egy progresszív kultúra volt, az 56-os fiataloknak köszönhető. Nézzünk meg a végén a beszélgetésünknek néhány olyan kultikus helyet, ami éppen itt volt a 11. kerületben. Szóba került már a Jóska, ugye a egykori József Attila gimnázium, ahol az Omega kezdődött. Tehát én ugye itt cseperedtem föl, olyannyira, hogy már nagyszüleim itt a
szomszédos Lágymányosi utcába értek, és ugye a Jóskába jártam, ami arról volt nevezetes, hogy az omegások ott jártak, és ott a szalagavató bálakon, meg koncerteken felléptek, de én a Jóskába láttam életemben először a Mini együttest, a Jóskába láttam Liversing együttest, és ilyesmiket. De egy kicsit arrébb mentem az életembe, egyetlen egy klubnak voltam tagja, az E-klubnak, ami szintén Omega klub volt itt a Műszaki Egyetemen. De egy másik műszaki együtt... De bocs, az nagyon menő dolog volt ott klubtagságot szerezni, hát az nehezebb volt, mint egy jobb angol klubba bejutni. Igen, ezt már nem emlékszem, hogy szereztem. Jellemző. De egyébként még ezekben az interjúkból is kiderül, hogy a szabadságnak mindenféle lépcsőfokai voltak, és ebbe beletartozott még akár a KISZ is, ami szintén egy sokkal struktúráltabban, vagy mélyebben, vagy érdekesebben kell nézni, mint csak úgy azt mondod, hogy KISZ. KISZ klubok rendezték ezeket a bulikat. Ja, és hát itt volt a Fővárosi Művelődési Ház, ahol nem kisebb együttes, mint Illés. A mai napig is van egyébként Illés Nosztalgia Klub, vagy csak hogy ugorjak, itt volt a Muzsikás Klub, ahol én minden kedden ott voltam, vagy itt volt a Bercsényi, a Sirius együttes, vagy itt volt a Vaspáli Pál kollégium, most valami Szent Imrének hívják, ott is voltak koncertek, vagy csak itt a Sarkon, a tánciskola, itt is. Tánciskolákban is nagyon jó zenekarok. Ja, mert tánciskola volt itt a Bartók színházáért. Azt meg sem merem kérdezni, hogy Illemtanra is jártál-e. Tánc és ebben együtt volt, hogy hogy kéred föl táncolni, mit mondhatsz? Csak hogy amiket mondasz a kádrendszerű, hogy azik képbe helyezzük ezt a dolgot. Te azért nem voltál a rendszernek a kegyveltje a Fölös Példány csoporttal, amivel felhívtatok. Hát itt egy üldözött ember voltál, mint művész mondjuk, vagy mint művészettel próbálkozó. Nagyon üldözött nem, de én a Kádár rendszer ellen voltam, és ennek az ellen kultúrába vettem részt. Tehát azt akarom mondani, hogy lehet, hogy akkor az a baj, hogy az ember ír, akkor pontosabban tud, mint beszélve de fogalmazni. De így tudok kérdezni. Hogy akkor valami ellen voltál, és valamit nem lehetett, és kerested az utakat, hogy fejezzed ki a kultúrán keresztül az ellen véleményedet. Most elvileg ugye ellen véleményedet különböző pártok, szimpatizálsz, vagy szavazol. És ezáltal a kultúrát kivontad ebből a tevékenységből. A magyar beatnek azért van vége, mert ez a funkciója megszűnt, hogy egy kultúrán, egy nagyon sokrétű zenei mozgalmon keresztül valami ellenlépél fel. Most vannak pártok, most vannak párgyűlések, vagy... Azt szerintem a dolgok normális menete, az egy érdekes fordulat. Nem kell a Neotonra vagy a Beatrice-re szavazzál, van most helyette különböző oldali pártok. Igen, és aztán ez egy külön érdekes fordulat a dologban, amiről most már nem lesz időnk beszélni, hogy a zenei élet mai szereplői nem a hatalom ellen lépnek fel, hanem éppen a pénzosztó hatalom kegyeit keresik nagy számban, és ennyit is ér sokszor a művészetük. Köszönöm szépen Kőbányai Jánosnak, hogy az új könyvéről, a Beat Korszak regényről beszélgetett velünk, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!